Az új civil törvényről tart a kormányzat országjáró körutat, amelynek első állomása Szolnok volt, a második pedig a mai napon Kecskemét. Erre a konferenciára körülbelül 100-an jöttek el, úgyhogy tényleg nagyon rövid volt a jelentkezési határidő. Nagyon sokan jöttek regisztrálás nélkül is, tehát szerintem most egy 100-110 fő van a teremben, megtöltötték a dísztermet. Az új civil törvény keretein belül létre kívánnak hozni egy közhiteles adatbázist a cégjegyzék mintájára. Január 1-től pedig bevezetnék a regisztrációt. Továbbá kiszűrnék azokat a szervezeteket, amelyek nem végeznek valós társadalmi tevékenységet, és azokat is, amelyek csak kizárólag a pályázásra szakosodtak. A javaslattal számos célunk van. Elsősorban szeretnénk akadálymentesíteni a civil szervezetek életét, lebontani azokat az adminisztratív gátakat, amelyek ma gúzsba kötik egy civil szervezetnek a működését. Ennél fogva kiemelt célunk, hogy a működésükre egyértelmű szabályokat alkossunk, ami félreértésre nem adhat okot. A civilek támogatási rendszerét is megkívánják változtatni, ugyanis jelenleg nem a teljesítményhez mérten kapják az anyagi juttatásokat a szervezetek. Sok esetben a támogatás összege sok az éhenhaláshoz, de kevés az életben maradáshoz, hangzott el a konferencián. Közel egy éve dolgoznak rajta úgy a civilek, mint tulajdonképpen azok, akik majd kodifikálni fogják. De természetes, hogy még társadalmi vitának le kell zajlani, hiszen ez az a törvény, ami legjobban érinti a civileket, és tulajdonképpen végre meg kellene határoznunk azt, hogy az állam és a civilek szimbiózisa a törvényi szinten is hogyan fog tudni megtörténni. Az új civil törvény előkészítése már az utolsó stádiumban van. A javaslat néhány héten belül kerülhet az országgyűlés asztalára.